új képzési rendszer. A cél, hogy korszerű gyakorlati és tevékenységhez igazodó tudásra tegyenek szert a szakemberek, mondta Nyíregyházán Nyitrai Imre, helyettes államtitkár. 6,7%-os növekedés, jó évet zárt 2017-ben a hazai turizmus. A szálláshelyek országosan mintegy 29,5 millió vendégészakát regisztráltak. Interaktív térkép, gyümölcs termesztés szempontjából a leginkább kiemelkedő terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országban. Új továbbképzési rendszerrel és vezetőképzéssel segítik a jövőben a szociális terület fejlődését. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről Nyitrai Imre beszélt az ágazatot érintő országos konzultációs sorozat nyíregyházi állomásán. A szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a cél, hogy korszerű tudásra tegyenek szert a szakemberek, és a képzés modern, gyakorlati és tevékenységhez igazodó legyen. A fórumon szó esett a hajléktalan ellátás aktuális kérdéseiről is. A kormányzat időről időre konzultációt folytat, nem csak országos kérdésekben, hanem szakmai ügyekben is. Ez mindig olyankor történik, amikor egy nagyobb reform bevezetését készítik elő. Így van ez a szociális területen is, ahol 2010 óta ez a harmadik alkalom, hogy a kormány konzultációt tart az ágazatot érintő kérdésben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkársága az ország 7 helyszínén tart ezúttal fórumot, köztük Nyíregyházán is. Ez eddig is működik az ágazatunkban, de ez látható, hogy a 21. századba kell most már belépnünk, és ennek azért meg kell feleltetni nem csak a tudásokat, hanem a tudás átadásának is a rendszerét. Éppen ezért jellemzően munkakörökhöz, illetve tevékenységekhez jobban szabott és rövidebb, de időnként megújított képzések rendszerét szeretnénk felállítani. A találkozókon a szociális továbbképzési rendszerben július 1-től életbe lépő változásokról is információkat kaphatnak a résztvevők. Szintén egy alapozó képzés után 2 évente egy megújító képzéssel tudják a vezetői jártasságaikat, készségeiket elmélyíteni, mert szeretnénk gyakorlati központúvá tenni a képzést, illetve kaphatnak választ és segítséget azokra az ügyekre és kérdésekre, amiket úgy szoktak fogalmazni a kollégák, hogy az elmagányosodott vezetők egy-egy intézményben vagy egy-egy szolgálat élén nagyon nehezen tudnak jelenleg megkapni. Az átalakítás révén új elemként alap- és mesterszinten elindul a vezetőképzés is a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Ez mintegy 4000 szociális területen dolgozó szemét érint. A Nyíregyházi Fórumon a hajléktalan ellátás aktuális kérdéseit is megvitatták a résztvevők. Ezen a területen az látható, hogy mind a hajléktalan szállók, mind a nappali ellátó intézmények kellő kapacitással rendelkeznek, mondta el Nyitra Imre, aki hozzátette. Jelenleg a legnagyobb problémát a kizárólag az utcákon élő és éjszakázó személyek elérése jelenti. Ezt uniós programokkal és lakhatást elősegítő fejlesztésekkel oldanák meg, emelte ki a helyettes államtitkár. Jó évet zárt 2017-ben a hazai turizmus. A szálláshelyek országosan mintegy 29,5 millió vendégészakát regisztráltak. Ez az egy évvel korábbi adatokhoz képest 6,7%-os növekedést jelent. Ebben az évben 8 hosszú hétvége is lesz, ez tovább segíti a szállodaipar fellendülését. A szép kártya is népszerű volt tavaly, a szolgáltatás 80 milliárd forintos forgalommal rekordévet zárt 2017-ben. Érezhetően jobb volt a 2017-es év a turizmus szempontjából a korábbiakhoz képest. Ez derül ki a KSH adataiból. Ezt ebben a Nyíregyházi Wellness Hotelben is megerősítették. A vendégforgalom itt is nőtt 2016-hoz képest. Ez a 28 szobás szálláshely a nyári szezonban egyszerre 70 vendéget is fogadott. Az üzleti vendégek miatt már nem jellemző, hogy csak a nyári hónapokban működnének teltházzal. Idén 8 darab 3 vagy 4 napos hosszú hétvége is lesz. Ezekre szintén készülnek a szálláshelyek. Mindenképpen a hosszú hétvége nagyon jót tesz a szállodáknak, tehát ebben mi is reménykedünk, hogy fellendülés lesz ezeken a hétvégéken, illetve már most látszik, hogy például húsvétre már több, mint a szállodánk felele van foglalva, tehát szeretik a vendégek a hosszú hétvégéket, úgyhogy jönnek elég szépen. Magyarország nem csak a hazai turisták körében népszerű célpont, egyre több külföldi vendég is érkezik hazánkba. Ez a szám is emelkedett. A más országból érkező turisták 2016-hoz képest 5,6%-kal több, összesen 14,6 millió vendégészakát töltöttek Magyarországon.
Ezek alapján a szálláshelyek bruttó árbevételei 16%-kal, összesen 466 milliárd forintra emelkedtek. Ennek nagy része, mintegy 278 milliárd forint szállásdíjbevétel volt. A pozitív változások Szabolcs megyében is érvényesek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vendégészakák száma összességében 4%-kal nőtt. Ha megnézzük a külföldi-belföldi vonatkozást, akkor azt látjuk, hogy a külföldiek 2%-kal kevesebb, a belföldiek pedig 6%-kal több éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. Tehát egy kismértékű eltolódás figyelhető meg a belföldi forgalom növekedésének irányába. Így ennek következtében 2016-ban a külföldiek még a vendégészakák 30%-át töltötték el a megyében, 2017-ben már csak 28%-a esett rájuk. Az utazók körében a szépkártya is népszerű fizetési lehetőség. Hazánkban már 14.340 szálláshelyen, 22.861 vendéglátóhelyen és 18.207 rekreációs helyen fogadják el. Tavaly összesen 80 milliárd forintot költöttek el a kártyabirtokosok. Így 2016-hoz képest 8%-os növekedéssel tavaly rekordévet zárt a szolgáltatás. Gyümölcs termesztés szempontjából a leginkább kiemelkedő terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Többek között ez is kiderül a KSH napokban megjelent interaktív térképéből. A gyümölcsös területek nagysága 2016-ban közel 93 ezer hektár volt az országban. A legjelentősebb gyümölcsfajtánk továbbra is az alma, amelynek termés mennyisége több mint 6-szorosa a rangsorban mögötte álló megynek. 755 ezer tonna gyümölcsöt takarítottak be a magyar gazdák 2016-ban. A legfrissebb statisztikák szerint ebből a legtöbbet, közel az országos gyümölcstermés felét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelték meg. A gyümölcsös területek nagysága 2016-ban 92,6 ezer hektár volt az országban. Ezen a KSH által készített interaktív térképen jól látszik, hogy a piros színnel jelölt alma az, amiből a legtöbb terem Magyarországon. Ebből is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb, 305 ezer tonnát takarítottak be, ami az országos termés 61%-a. A megy szempontjából sem kell szégyenkezni a megyének, a több mint 18 ezer tonna a hazai termés negyedét jelenti. Ezen kívül a szilva, a körte, az őszi barack és a cseresznye az, amit jelöltek a térképen. Ez a grafikon a termés mennyiséget mutatja. Jól látszik, hogy az alma mellett még a szilva termés volt jelentős, ám ez az évek során erősen visszaesett. A KSH interaktív térképe kitér még a felvásárlás és piaci átlagára, valamint a mennyiségre is. Az adatok a 2016-os információkat tartalmazzák, a megyei agrárgazdasági kamara elnöke híradónak azt mondta, a tavalyi év ugyan elmarad az azt megelőzőtől, de így sem nevezhető rossznak a 2017. A gyümölcsösökben voltak kiesések, helyi fagykárt jeleztek, de még kerten belül is, hál' Istennek, kicsi volt az a terület, amit ért, és az árak viszont a háromszorosa is, mondhatnánk, az elmúlt évekhez képest, akár ez vonatkozik az léalmára főleg, de az étkezési alma is már összel ilyen 110 forint körül lehetett értékesíteni. A frissen szedettet, azóta pedig a 150 forintot is elérte, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodók a 17-es évet azokhoz az évekhez fogják sorolni, ami egy kis eredményt is hozott. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke hozzátette, az enyhe tél a kártevők miatt nem előnyös, mert nem fagynak ki azok, a csapadék azonban a rákcsálókat ritkítja, az esti, éjszakai lehűlés pedig nem okoz kárt a gyümölcsösökben. A Központi Statisztikai Hivatal idén a gyümölcsösök összeírását végzi, a gazdálkodóknak február 28-áig a KSH weboldalán kell kitölteniük a kérdőíveket. Azokat, akik nem töltik ki a kérdőívet, március 1-e és április 16-a között összeírók keresik fel. A teljes körű felmérés az ország 1500 településére, 9 gyümölcsfajtára és mintegy 15 ezer gazdálkodóra terjed ki. Minden nyíregyházi lakosnak joga, hogy megismerje a pártok programját, hangzott el a Jobbik csütörtöki sajtótájékoztatóján. Lengyel Máté országgyűlési képviselő jelölt hozzátette, ehhez szükséges, hogy a pártok a lehető legtöbb felületen tájékoztathassák a választópolgárokat. Azonban az elmúlt napokban megjelent plakátok összefirkálásai nem a tisztességes kampányt képviselik.
tisztességes kampányt a nyíregyháziakért címszó alatt jegyében egyeztetésre hívjuk az országgyűlési pártokat, illetve a Momentumnak a helyi szervezeteinek a vezetőit, hogy átbeszéljük a tisztességes, hogy mindenki, minden párt a tisztességes kampányhoz fog ragaszkodni, és tartja is magát. Elkezdődtek a takarék szövetkezeti fiókok bezárásai, ez elsőként Nyíregyházát érintette, hangzott el az MSZP csütörtöki sajtótájékoztatóján. Csabai Lászlóné megyei alelnök szerint ismét egy banki központosítás történik, racionalizálás címszó alatt. Hozzátette, a kisvárosok és azok környező településeinek fiókjait be akarja zárni a kormány, ez ellen azonban sürgősen tenni kell. Nyíregyházi első állomása volt a Sóstóhegyi szövetkezet bezárása, ahol még az automatát is elvitték, és így egy 5000 lakosú település rész maradt automata nélkül. Most pedig a hírek szerint az orosi szövetkezet, takarék szövetkezetet akarták bezárni március 1-től, de szerencsére az orosi civil szervezetek felléptek, és elkezdtek mozgolódni nagyon helyesen, és most úgy tudjuk, hogy egyelőre ezt a döntést felfüggesztették. Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntettével vádolja az ügyészség azt a 16 pedagógust, akik két tánciskola több mint 800 nem létező diákja után 61 millió forint állami támogatást vettek fel jogtalanul. 2011 és 2013 között az iskolát alapító vádlottak és a két iskolaigazgatója a tényleges oktatásban részesülő diákokon túl további több mint 800 tanulóra is igényelt támogatást. A nem létező diákok után az iskolákat alapító házaspár 61 millió forint állami támogatást kapott, amit részben készpénzben felvettek, részben luxus terepjárók leasingelésére fordították. A nyomozás során ingatlanokat zároltak, így van esély az okozott vagyoni hátrány megtérülésére. Az alapítókra és az egyik igazgatóra az ügyész végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta, míg a többi pedagógus esetében felfüggesztett börtönbüntetést, illetve pénzbüntetést kért. Az ügyész azt is kérte, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottakat a pedagógus foglalkozástól. Gyalogost gázolt el egy gépkocsi csütörtök reggel a 36-os főút Tiszavasvári úti szakaszán. A belváros felé közlekedő jármű a gyalogátkelő helyen ütött el egy fiatalembert, akit a mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállítottak. A rendőrség eljárást indított a baleset okának kivizsgálására. Február 24-én rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban, a másodosztályú csoportokban egy héttel később, március 3-án folytatódik a bajnokság. Az MLS megyei igazgatósága ezen a hétvégén szombaton rendezi meg a hagyományos szövetség kupát, vasárnap pedig az U19-es teremtorna döntőjének ad otthont a Filó foci csarnok. Szerdán éjfélkor lezárult az átigazolási időszak az amatőr labdarúgásban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt évekhez hasonlóan jóval kisebb volt a játékos mozgás, mint a nyári szünetben. A 127 első, másod, illetve harmadosztályi együttes így már végleges kerettel készülhet a tavaszi folytatásra. Ha az időjárás nem szól közbe, a jövő hétvégén a megyei első osztályban már bajnoki pontokért lépnek pályára a csapatok. Megyei első osztály, hogyha minden jól megy és az idő engedni fogja, akkor február 24-25-én folytatódik. Muszáj elkezdenünk ilyen hamar, hiszen ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség az NB3-as rájátszás miatt június 3-4-re teszi azt az utolsó időpontot, amikor be kell fejezni a megyei első osztályi bajnokságot, és hát nagyon bízunk benne, hogy ilyen kellemes marad továbbra is ilyen télies, de ugyan enyhe az időjárás, úgyhogy február 24-25-én el tudjuk kezdeni az első osztályt. Megyei második és harmadosztály pedig egy hétre rá, március 3-4-én fog majd rajtolni, és ők június 9-10-én fogják befejezni majd a pontvadászatot, az utánpótlás bajnokságok pedig értelemszerűen március végén. A hétvégén az MLS megyei igazgatósága két tornát is rendez a nyíregyházi Filó foci csarnokban. Szombaton a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő szövetségkupán, vasárnap pedig egy új kezdeményezésként elindított utánpótlás tornán pattog majd a labdon műfüves pályán.
az igazgatóságnak is van egy kispályás foci csapata, másrészt pedig erre a tornára olyan csapatokat hívunk, akik ugye a megyei futballban érdekeltek, a megyei futballért tesznek, vagy éppen annak a népszerűsítéséért, így ugye a megyei edzők, a megyei játékvezetők, a kormányhivatal csapata, illetve a média válogatott is fog alkotni egy egyesületet, és idén először a megyei sportegyesületek elnökei is alkotnak egy kispályás csapatot, ez a 6 csapat fog pályára lépni az egész napos rendezvényen. De első alkalommal írtuk ki idén az U19-es kispályás teremtornánkat, nagyon reméljük, hogy jól fog sikerülni. Az elmúlt hétvégén lezárult a két helyszínen Demetserbe és Újfehérton a selejtező tornái, és innen az 5 legjobb csapat jutott be a döntőbe, mely döntőt most vasárnap rendezik a Filó csarnokba. Bízunk benne, hogy hasonlóan sikeres és jó színvonalú mérkőzések lesznek, mint ahogy volt a felnőtt nyíregyházi tornán. A szombati tornán délelőtt 10 órakor, a vasárnapin 9 órakor kezdődik a program. Az utolsó meccseket a tervek szerint mindkét napon délután 3 óra körül játsszák majd az érintett csapatok. Az első helyről kezdi a tavaszi szezont a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában a Mátészalkai MTK. Vakarcs Krisztina együttese szombaton az Ózdot fogadja. Bár az MMTK elveszítette első számú kapusát, Jurecska Kittit, a cél a bajnoki cím megvédése. Január 8-án 24 játékossal kezdte el a felkészülést a téli szünetet az első helyen töltő Mátészalkai MTK. Az első időszakban az erőnléti és a gyorsasági munkán volt a hangsúly, aztán a rajt közelettével a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. Az őszi szezonban 7 győzelem mellett egy döntetlent és egy vereséget jegyző MMTK helyzetét megnehezítette, hogy Vakarcs Krisztina játékos edző már nem számíthatott első számú kapusára a munkahelyi elfoglaltság miatt távozó Jurecska Kitty. Nehéz volt a felkészülés, hisz van 3 kapusom, ebből az első számú már nem volt, és a másik kettő, ugye az egyik az a tanulmányra hivatkozott, hogy nem tud jönni, a másik ugye egy anyuka, így elég nehéz volt összeegyeztetni. Az egyesület elnöke Torva Tamás a felkészülési meccseken mutatott játékot látva bízik az őszi szereplés megismétlésében. Nagyon bízom benne, hogy a lányoknak, illetve a szakosztályát a megfogalmazott céloknak a beteljesedése májusban eljön, így aztán természetesen a dobogón való helyezések számától függetlenül azt szeretnénk, hogy dobogóra kerüljön a csapat, vagy dobogón maradjon a csapat, de azért mindig a legfényesebb érem csillog a legszebben, így aztán szeretnénk megnézni a bajnoki címet ebben a szezonban is. Az MMTK ifjúsági csapatának játékosai a felnőttekkel csinálták végig a felkészülést. A jelenleg 4. helyen álló együttesnek jó esélye van az előrelépésre. Januárban a csapat gerince egy diákolimpiai országos elődöntőn sikeresen vett részt, úgyhogy a lányok szinte le sem álltak a bajnoki félszezon befejezése óta, és bekapcsolódva a munkába ők is azért egy dobogó közeli helyről várják a folytatást, hiszen a 4. helyen állnak a ifjúsági bajnokságban, 1 ponttal lemaradva a dobogótól, illetve 2 ponttal a 2. helytől, úgyhogy minden reális esély megvan arra, hogy ők is a dobogón végezhessenek. A Mátészalkai MTK Úzd mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A megyebeli csapatok közül a tavaszi nyitófordulóban a Vitka és a Debrecen U21-es együtteséhez látogat, a Kölcsey Diese pedig szabadnapos lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Új továbbképzési rendszerrel és vezetőképzéssel segítik a jövőben a szociális terület fejlődését. Erről Nyitrai Imre beszélt az ágazatot érintő országos konzultációs sorozat nyíregyházi állomásán. A szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a cél, hogy korszerű tudásra tegyenek szert a szakemberek, és a képzés modern, gyakorlati és tevékenységhez igazodó legyen. A fórumon szó esett a hajléktalan ellátás aktuális kérdéseiről is. Jó évet zárt 2017-ben a hazai turizmus. A szálláshelyek országosan mintegy 29,5 millió vendégészakát regisztráltak. Ez az egy évvel korábbi adatokhoz képest 6,7%-os növekedést jelent. Ebben az évben 8 hosszú hétvége is lesz, ez tovább segíti a szállodaipar fellendülését. A szép kártya is népszerű volt tavaly, a szolgáltatás 80 milliárd forintos forgalommal rekordévet zárt 2017-ben. Gyümölcs termesztés szempontjából a leginkább kiemelkedő terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Többek között ez is kiderült a KSH napokban megjelent interaktív térképéből. A gyümölcsös területek nagysága 2016-ban közel 93 ezer hektár volt az országban. A legjelentősebb gyümölcsfajtánk továbbra is az alma, amelynek termés mennyisége több mint 6-szorosa a rangsorban mögötte álló megynek.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap már több lesz a felhő, és havazás, havas eső is előfordulhat. Pénteken előbb egy meleg, majd egy hideg front is érinti térségünket, ezért meglehetősen változékony időjárásban lesz részünk. Az éjjeli órákban erősen megnövekszik a felhőzet, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, de rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. Eső, havas, eső, havazás egyaránt várható. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap kettős fronthatás terheli szervezetünket. Szombaton felhős idő lesz a jellemző, rövid napos időszakokkal, majd az esti, éjszakai óráktól többfelé várható kisebb havazás. Vasárnap napközben már felszakadozik a felhőtakaró, és csupán néhol alakulhat ki hózápor. Hétfőn sehol sem valószínű csapadék, kedden és szerdán azonban ismét erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen számíthatunk havazásra, havas esőre. A hőmérséklet jelentősen nem változik.